Az Európa Tanács emberi jogi biztosa felszólította a magyar államfőt, hogy aláírás helyett küldje vissza az országgyűlésnek a közigazgatási bírósági rendszer létrehozásáról szóló törvénycsomagot. Dunja Mijatovics azt kifogásolja, hogy a jogszabály értelmében az igazságügyi miniszternek erős befolyása lenne a közigazgatási bíróságok felett, ami a biztos szerint komoly kérdéseket vet fel. Dunja Mijatovics hiányolja az átfogó társadalmi vitát, és azt is kifogásolja, hogy a magyar parlament nem várta meg a Velencei Bizottság véleményét. Ezért arra kéri Áder János köztársasági elnököt, hogy felülvizsgálat céljából küldje vissza a csomagot a parlamentnek. A szerdai parlamenti ülésen elfogadott kormányelőterjesztés nyomán 2020-tól Magyarországon kétszintű bírósági rendszer jár majd el a közigazgatási ügyekben. Ennek bíráit az igazságügyi miniszter nevezi majd ki, ami az ellenzők szerint függő helyzetbe hozza a bírókat. Most szavazzanak.